már nagyon régóta működünk. Annó, amikor ide jöttem dolgozni Pétfürdőre, még az általános iskolában német nyelvtanárként, akkor merült fel ez a gondolat, hogy a várpalotai mazsoret csoport után itt is alakítsak egy csoportot, és hál' Istennek Hepp József igazgató és ugye Angeli Katalin is nagyon, nagyon nyitott szívvel fogadták ezt az ötletet, úgyhogy azóta is kitartóan működünk, és nagy örömmel a közösségi házban. Rengeteg dolog változott. Nyilván a gyerekek összetétele, illetve a gyerekek változnak, hiszen hát felnőnek, és 8 év alatt azért nagyon sok gyerek megfordult a kezeim között. De azt kell mondjam, hogy az alap gondolat, a cél, a célkitűzés az szerintem ugyanaz, mint amivel indultunk. Az, hogy fejlődjön egy gyerek a kezeim között, az, hogy pozitív énképe alakuljon ki, hogy sikerélmények érjék, hogy egy jó csapatba tartozzon. Talán ezek a legfontosabb dolgok. Jelenleg 40 fő körül vagyunk, most pontosan így nem tudom, mindig változik a létszám, de 40 és 50 fő között mozog, hál' Istennek, a gyerekek létszáma. Korcsoportunkban dolgoznak a gyerekek, óvodás korosztálytól egészen a középiskolás korosztályig van négy csoportom. Az ovisok most alakultak szeptemberben, és hát a középiskolás lányok pedig már nagyon régóta dolgoznak együtt, és az általános iskolás korosztályban pedig van egy alsós és van egy felsős csapatom. Miben tud fejlődni egy kisgyerek a mazsorettel az évek folyamán? Nagyon sok mindenben. Nyilván attól függ, hogy közelítjük meg, hogy pszichésen, lelkileg is persze tud fejlődni. Nagyon fontos a szociális készségek fejlődése, és hát fizikailag is, testileg is tartásjavításra gondolok, esztétikus testképzésre, balettalapokra. Rengeteg dolog van, amiben a gyerekek fejlődnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy kizárólag pozitív hatása és pozitív eredménye van ezeknek a foglalkozásoknak, és nagyon sok gyereknek nagyon sokat számít lelkileg is, hogy egy csapathoz tartozhat. Kicsit gyorsítok! Hopp, figyelj oda a csípőre, hasad le húzva a fejed föl! Kitámaszt! Most lehet közvetek!
Jó, most gyorsan. Mi mást kell tanítani egy óvodás gyereknek és egy középiskolásnak, teljesen más a hozzáállása, illetve más a módszertan, a metodika. Nyilván a középiskolai tanár vagyok, úgyhogy a nagyobbakkal korábban kezdtem el foglalkozni, az óvodásokkal azért később, úgyhogy ők viszonylag új korosztály voltak. De azt kell, hogy mondjam, hogy most már tudok különbséget tenni, és most már megy. Nem olyan egyszerű egy óvis kisgyereknek nyilván megtanítani valamit, úgyhogy, de óriási öröm, azt kell mondjam. Úgyhogy úgy gondolom, hogy sikeresen megy mind a két korosztály tanítása. Nyilván nagyon sokat számít az, hogy a barátnői esetleg annak a kisgyereknek, a többi kisgyerek, ismerős kisgyerek is ide jár, és hát nagyon sokszor előfordul, hogy a korosztály, a barátok húzzák ide, vonják ide a gyereket, és aztán rájön, hogy ez nagyon jó dolog. Először igazából egy barátnő miatt csatlakozik, úgy kíváncsiságból, hogy megismerje, hogy milyen a mazsorett, és aztán utána itt ragad. Jó esetben itt marad nagyon sok évre. Az is előfordul, hogy kiderül, hogy ez nem az ő sportága, vagy nem az ő műfaja, és akkor keres mást, tehát ezzel semmi baj nincs. De hál' Istennek azért nagyon sok gyerek megszereti, és nagyon sok gyerekre pozitív hatással van, úgyhogy sokan vannak. A közösségi házban tartom a próbákat heti két alkalommal. Általában azt szoktam kérni, hogy nézzenek végig egy-két próbát, aki jön a szülővel érdeklődni, az először megnézi. És hogyha a kislány úgy gondolja, hogy szeretne beállni, akkor nyugodtan beállhat, és utána eldöntheti, hogy szeretne eljárni. Legtöbbször megjelennek edzésen, és elmondják, hogy ők hallottak róla, és szeretnének jönni, és megkérdezik, hány éves kortól lehet csatlakozni. Nagyon sok kisgyerek anyukája, apukája érdeklődik, egészen apró gyerekek, 3-4 éves korú gyerekek szülei, hogy mikortól lehet hozni a gyereket foglalkozásra. Persze vannak alapgondolatok, meg ötletek, meg benyomások, meg egy zene megtetszik nyilván az embernek, és akkor ugye elképzel rá valamit, de a gyerekeknek nagyon sokszor határozott gondolatai és elképzelései vannak, hogy ők mit szeretnének, hogyan szeretnék, és milyen sporteszközzel szeretnék táncolni azt a táncot. Úgyhogy erre mindig nyitott voltam, és nagyon sok jó ötletük van a gyerekeknek, tehát van, amikor az ember egy kicsit így beszűkül, és a gyerek előáll egy nagyon jó gondolattal, vagy egy nagyon jó ötlettel, és arra nyitottnak kell lenni. Nyilván a zene is, illetve a gyerekek stílusa, a korosztályi sajátosságok is meghatározzák, hogy éppen milyen ruhát csináltatunk, milyen eszközt választok a gyerekeknek. Botot általában már a kicsit nagyobbak kapnak a kezükbe. Például az óvodásaim, amikor kezdenek, a mostani óvis csoportomnak még nincsen mazsorett bot a kezében. Ők például pomponnal táncolnak, és az azért könnyebb az elején, amikor az embernek még nehézséget okoz a bal és a jobb láb megtalálása, akkor még nem kell mazsorett bot a kezébe. De egyébként ebben is nyitott vagyok, nagyon sokszor ők is elmondják, hogy mit szeretnének, milyen eszközzel szeretnének táncolni, két bottal, zászlóval, szalaggal, pomponnal, és hát a zenei sajátosságok is hozzák ezt a dolgot, ezt a gondolatot, hogy éppen milyen eszközt választunk ahhoz a koreográfiához.
Több helyről szoktam rendelni a ruhákat, készítetni a ruhákat. Van egy nagyon jó varrónő ismerősünk, aki például profi ruhákat készít, nagyon gyönyörű, csodaszép fellépő ruhákat készít. Vele is nagyon sokszor dolgozunk együtt, de előfordult már, hogy tornadressz webáruháztól rendeltem például, és azok is szuper ruhák. Nagyon fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat benne például, és passzoljon a korosztályhoz. Nagyon sokszor előfordul, ha megyünk egy versenyre, hogy látok egy olyan koreográfiát, egy olyan fellépő ruhát, egy olyan korosztályon, ami nem passzol, egy kisebb gyerek még nem vehet esetleg föl, vagy nem célszerű ráadni olyan típusú ruhát, ami nagylányokon állna jól. Nagyon sok versenyen vettünk részt, hál' Istennek minden évben, most már az elmúlt 5-6 évben folyamatosan járunk. Hát talán nem itt említésre méltónak gondolnék, az a Magyar Látványtánc Sportszövetség kvalifikációs versenysorozata. Az mindig nagyon nagy élmény, és oda mindig nagyon nagy erőkkel készülünk is. Szeretik is a gyerekek. A zsűri nagyon elismert tagokból áll, és szeretem, hogyha szakmailag olyan szakmai tekintélyek pontozzák a gyerekeimet, akik elismertek, és tudnak javaslatokkal élni, és értékelik a gyerekek és az én munkámat is. Úgyhogy azt a versenyt például nagyon szeretjük. A siófoki mazsoret versenyt, a vándorkupa versenyt is nagyon szeretjük, oda is elmentünk az idén is. Fesztiválokra is járunk, az elmúlt hétvégén voltunk Tárkányban Mazsoret Fesztiválon, és az is nagy élményt jelentett a gyerekeknek. Gyakorlatilag egész évben a versenyekre gyakorolunk, készülünk, de hát nyilván ilyenkor azért egy kicsit nagyobb erőbedobással kell a gyerekeknek készülni, és én is hangsúlyozni szoktam, és az ember pszichésen is készíti a gyereket erre a megmérettetésre, és igyekszem mindig tudatosítani bennük, hogy ez most egy komolyabb felkészülést kívánó verseny, ez most egy megmérettetés, és vegyék ők is komolyan. Hát, ha ez is majd az életben végül is megtérül, és ezt a hozzáállást tovább viszik az élet más területén is. Tervezzük a Jásdi edzőtábort, már évek óta Jásdra járunk, és nagyon, nagyon szeretem azt a települést, mert jó levegő van, zöld környezet van, csupa olyan lehetőség van, ami egy gyereknek igazán hasznos és kedvező, és ott kiszabadulhatnak a természetbe, és kirándulhatunk. Az edzéseket persze nem hanyagoljuk, ott is vannak edzések, de nagyon sokat együtt vagyunk, és nagyon sokat kirándulunk, és ez nagyon fontos egy szünidőben a gyerek számára.